Ezek a felvételek egy hónapja készültek. Jól látszik, hogy miközben bedolgozza a gép a műtrágyát a földbe, száll a por, olyan száraz a felső talajrétek. Akkor a nagy meleg és az aszály miatt aggódtak a gazdák. Ezt a képet pedig nemrég posztolta az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa a Facebookon. Arra hívták fel a figyelmet, hogy extrém hűség volt a hétvégén. Észak-Oroszországban és az északi sarkör közelében 31 fokot is mértek, miközben ugyanekkor Magyarországnak volt olyan régiója, ahol csak 16 fok volt, és azóta is szeles, esős, hűvös idő uralkodik. Ezek a nagy hőmérséklet ingadozások, a csapadékos és száraz időszakok váltakozása pedig nem tesz jót a mezőgazdaságnak. Az őszi vetések, mint a búza, a repce és a többi haszonnövény aszályban teleltek át és vízhiányban szenvedtek, most pedig a szokatlanul hideg okoz gondot, mondja Kővári László gazdálkodó, hozzátéve, mindent egybevetve, a május első hetén lehullott 40 mm csapadék jókor jött. A magok a földben vannak, igaz, hogy kicsit csápadtak a növények épp a hideg miatt, mert nem tudják a tápanyagot fölvenni. De én azt gondolom, hogy összességében mindenképpen hasznosnak nevezhető ez az időszak. Pótolt valamit abból a vízhiányból, ami a tél folyamán képződött. Ez mind a tapfonya deformans, ha itt közel jön, ez teljesen a gombának a műve, és ez úgy higgyék el, hogy egyetlen egy ilyen levél nem volt két héttel ezelőttig. Vörös Géza éppen azt mutatja, milyen betegségek jelentek meg a növényeken az esős időjárásnak köszönhetően. Azt mondja, a szélsőséges időjárás a rovaroknak kedvez, elszaporodtak a poloskák, a márványos lepkék, a kabócák, és rengeteg kárt okoznak a mezőgazdaságban. Jelenleg a nedvességet kedvelő kártevők jelentek meg a növényeken. Rengeteg levéltetű látszik a növényzeten, elég volt egy párás, füllett időszak, és már is mindenhol tele van. Előjött az őszi barackon, itt mellettünk a tafrina. Tafrinás levélfodrosodás, eddig ugye semmi nem volt, most meg szinte minden levél beteg. Tehát azok a gombák is, meg rovarok is, mondhatjuk így, hogy károsítók a mezőgazdaságban, nagyon gyorsan alkalmazkodnak a változó körülményekhez, viszont a tendencia hosszú távon a szárazság. A szakember azt mondja, a csapadékos, hideg időjárás a méhészeknek sem kedvez. Most virágzik az akác, esőben pedig a méhek visszaszorulnak, ráadásul a víz kimossa a virágokat, a szél pedig leveri azokat. Így naponta akár 100 tonnányi megtermelhető akácmézen lehet kevesebb az országban, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület becslése szerint.